Közel 70-en vettek részt szerdán Bátaszéken a polgármesteri hivatal épületében megrendezett véradáson. Svarc Antal visszajáró adományozó azt mondja, ilyenkor fizikálisan és mentálisan is felfrissül. Már sokszoros véradó vagyok, ez volt a 98. -dik. Talán a koromnál fogva is látszik, hogy azért nem ma kezdtük ezt a dolgot. Örülök, hogy segíthetünk betegeken, embertársainkon. Meg egy kicsit olyan megújulás, megtisztulás is az embernek, hogyha vért ad, kicsit jobban érzi magát utána, kicsit felfrissülünk. Tehát igazából ilyen szempontból is jó dolog. Bognár Márton gyerekkori fogadalmát tartja be azzal, hogy immáron 48-szoros véradó lett. Mikor kisrác voltam, édesapámon átment a busz, és nagyon sok vért kapott és akkor megfogadtam majd, hogyha nagy lesz, akkor én mindig adok vért. A vér nagyon különleges gyógyszer, semmilyen módon nem pótolható. Csak és kizárólag véradók önkéntes adományaként juthatnak hozzá a rászoruló betegek, mondta dr. Pászti Vera, az Országos Vérellátó Szolgálat szexárdi területi vérellátójának vezető főorvosa. A február 7 és 13-a között megrendezett véradó hét keretein belül szervezték meg az akciót. A téli hónapokban egyébként a véradások amúgy is nehezebben alakulnak, az éppen aktuális koronavírus és vagy influenza járvány miatt, ezért különösen fontos a víradás kérdésének felszínen tartása, illetve az, hogy azt az információt minél több emberhez eljuttassuk, hogy járványoktól és évszakoktól függetlenül a rászoruló betegeknek folyamatosan szüksége van az életmentő vérkészítményekre. A nők egy évben háromszor, míg a férfiak négyszer adhatnak vért, de csak miután elmúltak 18 évesek. Azonban két adományozás között minimum 56 napnak el kell telnie. A doktornő hozzátette, nem szekte az adományozók kedvét a koronavírus járvány sem. A tavalyi évben az országban összesen 382 ezeren jelentkeztek véradásra, ebből Tolna megyének a szexuális vérellátó területére tartozó részén 8300-an. Tolna megyében minden munkanapon van lehetőség a véradásra, erről az OVS honlapján tájékozódhatnak az érdeklődők.